Akkor nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, a képviselőket is, a mai testületülésen. Teljes létszámban vagyunk jelen, és nincsen napirend előtti se, ha jól látom. Nincs. A napirendi pontok a következők. Egyes helyi rendeletek módosítása. Város helyépítési szabályzatának eseti módosítása, ész módosítás az 51-es főút korszerűsítése, szélesítése érdekében, ingatlan átruházás jóváhagyása a helyi közút céljára, Fecskefő utca szélesítése és ingatlanvásárlás, helyi önszerveződő közösségek részére 23 évben nyújtott önkormányzati támogatás elszámolása, Aranycsapat Kárpát-medencei fiatalok sportjáért alapítvány támogatási kérelme, véleményezés a Körösi Csoma Sándor általános iskola intézmény átszervezés ügyében, Dunaraszti rendőrös 23 évi tevékenységről szól beszámoló, Kis Duna TV beszámolója, Pénzügyi Bizottság beszámolója, Városfejlesztési Közbiztonság és Környezetvédelmi Bizottság beszámolója, beszámoló a folyamatban lévő peres ügyekről és beszámoló a határozatok végrehajtásáról. Aki elfogadja napirendi pontokat és a sorrendet, azt kérem, hogy készfelemes jelezze. Köszönöm szépen, mindenki elfogadta. Szeretnék beszámolni a két testületi között eltelt vagy megesett eseményekről. A helyi humánfejlesztések Dunaraszti városában civil pályázatunk megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, így a támogatási kérelem tartalmi értékelését megkezdte az irányító hatóság. Hunyadi János német nemzetiségi általános iskola jelzésére, mely szerint eltűnt korábban az önkormányzattól kapott győzétérválasztó elem, amely az Iparos utca kijárón közlekedő gyermekek biztonságért felelt, két új elemet helyeztünk ki. A hirtelen jelentkező allergiás tünetek kezelésére szolgáló EpiPen injekciók szavatosság idejét szigorúan számon tartva március hónapban 14 készítmény pótlásáról gondoskodott az önkormányzat. Az érintett oktatási és nevelési intézményeben továbbá a bölcsődében elhelyeztük az injekciókat. 2021. március 12-én feladásra került a 23. évi költségvetési beszámoló, és annak keretében a 23 évi állami támogatás, ez a magyarul normatíva, ennek az elszámolása. A Pál László utca útalap stabilizáció készen van, az aszfalt burkolat elkészítésére várhatóan a jövő hét folyamán kerül sor, az időjárás függvényében a csapadékvíz elvezető földárok teljes hosszban elkészül. Itt egy picit megállok így a leírtak szerint, mert nálam közben napi kérdés a jegyző úrra, és mindig kérem, hogy fessük fel a piacnál a kanyarodó ívet, mert az emberek még mindig nem tudnak eligazodni ezen. Azért nem történt ez eddig meg, mert esett az eső hétvégéken, mert úgy terveztük, hogy hétvégén kevesebb a forgalom, és akkor festjük fel. De ma kértem a jegyző urat, ezt tévének a nyilvánosságát szeretném kihasználni, meg majd az újságét, hogy kértem, hogy akkor csináljuk meg hétköznap, amikor jó idő van, mert addig-addig lesz rossz az idő, mire felfestjük, addigra elkészül az átjáró, úgyhogy ezen nem sokára túl fogunk esni. Ez egy körülbelül egy órás félnapos idő a festés, a száradás egy félnapos dologról lesz szó. Értesítjük majd a rendőrséget, és kiküldjük a kollégákat, a közterületeket, hogy segítsék ott a forgalmat. Úgyhogy mindenkitől türelmet kérek, utána viszont könnyebb lesz, tehát ezt a félnapot kell majd átvészelnünk. Csapadék vízelvezető földárok teljes hosszában elkészült. A szennyvíztisztító telepre bevezető út csapadék vízelvezetésének rekonstrukcióját is elkészítettük. A Sportszigeten elkezdődött a fák veszélytelenítése, és egyúttal megkezdődött a facsemetéknek az elültetése. Külterületen illegálisan elhelyezett hulladékok begyűjtése megkezdődött. Meghirdetésre került a tavaszi zöld hulladék gyűjtése, mely a szokásos két ütemben 2024. április 13-14 és 2024. április 20-21-én lesz megtartva. Folytatódott a nem szilárd útburkolható utak javítása. Méltóképpen ünnepeltünk meg március 15-én a szabadsághőseink emlékét. Különösen emlékezetes volt Sasvári Sándor színművész és lánya, Sasvári Léna ünnepi műsora. Sokan vettek részt az ünnepségen. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételét, aki eljött. Lezajlottak az urológiai szűrés tavasz időszakra meghirdetett vizsgálatai. A tervezett 75 fő helyett 89 fő vizsgálatát végezte el dr. Török Péter szakorvos, aki közül 4 fő további vizsgálatát látta indokoltnak. Az idei évben a korábbitól eltérő összesen 3 alkalommal fog sort keríteni az önkormányzat az ingyenes urológiai vizsgálatok elvégzésére, így még lesz lehetőség felkeresni a doktor urat. Van-e kérdése valakinek a beszámolóval kapcsolatban? Nincs, akkor elfogadja, kérem, hogy jelezze kézfelemeléssel.
Köszönöm szépen, mindenki elfogadta. Az első napi rendi pontunk az egyes helyi rendeletek módosítása napi rendi pont. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Annyi, hogy mi a gondolom a pénzügyi bizottság vezetője fog szólni. A pénzügyi bizottság üresen három kisebb módosítás hangzott el. Természetesen ezt eszközöltük az előterjesztésben. Úgyhogy most adom meg a szót, aki szeretne hozzászólni. Ha senki, akkor határozottan most a következő. Unoraszti önkormányzat képviselőtestület az önkormányzat által végzett szolgáltatási díjairól szóló 17/2017, 11. ó. 3. rendeletének 13-as számú mellékletében szereplő bölcsődei gondozási díjat nem módosítja. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy készfelemelésen jelezze. Köszönöm szépen. Rendeletalkotás. Dunaharaszti önkormányzat képviselőtestülete megalkotja az egyes helyi rendeletek módosításához szóló rendeletét. Aki egyetért ezzel, kérem, az jelezze készfelemeléssel. Köszönöm, mindenki egyetértett. Hész eseti módosítása a következő napi rendi pont. Van-e valakinek kérdése, vagy szeretne hozzászólni? Ajdú Zsolti, a szó. Köszönöm szépen, csak szeretném jelezni azt, hogy megköszönni a főbitész asszonynak, hogy a bizottsági ülésen elhangzott kérdéseimre teljes és kielégítő választ kaptam. Ma úgyhogy világos számomra az, ami eddig bizonytalan volt. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hát most ez egy ilyen időszak lesz, hogy szépen megyünk a hészen végig. Látjuk majd a következő napi rendi pontnál is, hogy előre vesszük azokat, ahol ami lehetséges, és akkor szépen haladunk a többi irányába. Nem húzzuk el 6 évig, mert ma is kaptam egy telefont, hogy miért nem lehet építeni. Ha nincs több kérdés, akkor a határozati javaslat a következő. Dunaharaszti önkormányzat képviselőtestülete elfogadja 419/2021 7. hó 15-i kormányrendelet első számú melléklete szerinti tartalmi elemeket rögzítő főépítési feljegyzést, második számú melléklet szerinti tartalommal. Aki egyetért ezzel, kérem, hogy jelezze készfelemeléssel. Köszönöm, mindenki elfogadta. Hészmódosítás, 51-es számú főút korszerűsítése, szélesítése érdekében napi rendi pont. Van-e valakinek kérdése, szeretne hozzászólni? Nem, akkor felolvasom ezt a rövid határozati javaslatot. Dunaharaszti Város Önkormányzat képviselőtestülete úgy dönt, hogy a hatályos településrendezési eszközök módosítását szükségesnek tartja, és ezzel összefüggésben a település tervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021 7. hó 15-i kormányrendelet, továbbiakban TTR, 59. paragrafus második bekezdés figyelembevételével az alábbiak szerint határoz. Dunaharaszti Város Önkormányzata a képviselőtestületnek a helyi építési szabályzatról szól 3/2017 március 1-i önkormányzati rendeletének módosítása szükséges. Dunaharasztin az 51-es úttal párhuzamosan megvalósítani tervezett szervizútnak, ez a 0173/8 erőszámú ingatlan és a Pál László út közötti szakaszra terek alakítási eljárásnak eredményessége érdekében. A módosítás a TTR 69. paragrafus első bekezdés C pontja alapján a rövid eljárásra kerüljön egyeztetésre. A módosítással összefüggésben a képviselőtestület elfogadja a TTR 7. paragrafus 7. bekezdés szerinti tervi tartalomra vonatkozó főépítési feljegyzést. Dunaharaszti Város Önkormányzat képviselőtestülete jelen döntésével meghatalmazza dr. Szalai László polgármestert a fentiek szerint meghatározott hatályban lévő településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos szükséges településrendezési eljárások és egyeztetések lefolytatásával a településfejlesztési és településrendezési feladatok ellátásával, valamint az eljárás teljes szakasza alatt Dunaharaszti Város Önkormányzat képviseletével a szükséges dokumentumok, a településrendezési szerződés és egyéb megállapodások, így a tervezési szerződés aláírásával. Aki egyetért ezzel, kérem, hogy jelezze. Köszönöm, mindenki egyetértett. Ingatlan átruházás jóhagyása a helyi közút céljára. Van-e kérdés? Nincs. Dunaharaszti Önkormányzat képviselőtestülete jóváhagyja a 125/2012. október 29. számú képviselőtestületi határozat alapján az önkormányzat, mint vevő képviseletében megkötött adásviteli szerződést, amelyen megvásárolja Dunaharaszti 0120/1 helyrajzi számon felvett, természetben a 2330,
Dunaharaszti Kéreg utca 14 alatt található ingatlan volt, telek megosztás folytán keletkező, Dunaharaszti 01-20/26 helyrajzi számú, 32 négyzetméter területű, kivett helyi közút megnevezésű, és a Dunaharaszti 01-20/27 helyrajzi számú, 90 négyzetméter területű, kivett helyi közút megnevezésű ingatlanok, Kiskorú Szabó Larissa, Kiskorú Szabó Léna és Kiskorú Szabó Lora, 1/3, 1/3, 1/3 arányú tulajdonai hányadát, 122 ezer forint vételár ellenében. Vételár fedezete a 2024 évi költségvetés 6-os számú melléklet, nagy a per római öt ingatlan vásárlások sora. Aki egyetért ezzel, kérem, hogy jelezze kézfelemeléssel. Köszönöm szépen, mindenki egyetértett. Fecskefű utca szélesítése 0173/3 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása helyi közút céljára, napirendi pont. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Nincs. Dunaharaszti önkormányzat képviselő testülete megvásárolja Fehérvári Ferenc 1:1 lévő tulajdonarányú tulajdonát képező Dunaharaszti 01/73/3 helyrajzi számú szántóművelési ágú 2883 négyzetméter nagyságú ingatlanát 2500 forint per négyzetméter egységáron, összesen 7,205 ezer, 207 500 forint vételáron. A vételár fedezete a 2021 évi költségvetés 6-os számú melléklete nagy A per római 5 ingatlan vásárolások sora. Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, a szükséges telekalakítási eljárást lefolytatására. Aki egyetért ezzel, kérem, hogy jelezze kézfelemeléssel. Köszönöm, mindenki egyetértett. Helyi önszerveződő közösségek részére 2023. évben nyújtott önkormányzati támogatás elszámolása, napirendi pont. Van-e kérdés? Hajdú Zsolti a szó, bocsánat. Köszönöm szépen. Hajdú Zsolton a sor, akinek megadjuk a szót. Jó. Egyrészt a bizottságunk ugye látta ezt, és nagyon szépen köszönjük a hivatal háttérben végzett munkáját, amely az egyes pályázatok számszerű és szakszerű elbírálását jelenti, hiszen a kijelölt céloknak megfelelően kell ugye a számláknak is megjelenniük, ezért nem könnyű, és főleg úgy, hogy közben módosulnak is esetleg ez célok. De csak azért is szóltam hozzá, mert ezt látható az előterjesztésből, hogy rendben van, hanem meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy még most időben vagyunk, jelezzem, hogy az új pályázati kiírás is már fönn van, nyújt el a városi honlapon. Április 6-a a civil szervezetek pályázati benyújtásának határideje, ugye ezt láthattuk számos fórumon is, egy picit tudtunk emelni az összegen, amelyet szétosztanunk, hogy biztatok mindenkit, nem olassz el a határidőt, tehát április 6-a, amíg várja a hivatalban, itt be lehet adni ezeket a pályázatokat. Köszönöm szépen. Köszönöm, nagyon fontos volt ez, hogy ne mulasszunk határidőt, mert tavaly és tavaly előtt is minden évben előfordul, hogy később csúsznak be. Nagyon nehéz ilyenkor már, ugye tartanunk kell magunkat a saját határidőnkhez, a saját határozatainkhoz. Vérzik is a szívünk, mert sokszor olyan pályázók, akik tényleg évek óta rendszeresen olyan programokat valósítanak meg, amely fontos a város egész szempontjából, akkor ne ilyen technikai dolgon. Igen. Igen, szoktuk azért utólag is támogatni őket, de ez nem felhívás keringőre. Ez az egyik része, a másik pedig, ami nagyon-nagyon fontos, és egy-két helyen majd személyesen is meg fogom ezt tenni, hogy oda telefonálok. Megint csak a tévé és az újság figyelmét szeretném felhívni, hogy segítsenek nekünk a pályázóknak a figyelmét arra felhívni, hogy az elszámolások során mindenki nagyon-nagyon pontosan számoljon el, mert most is volt, hogy kétszer-háromszor kellett pontosítanunk egy-két dolgot, mire kiderült, hogy szabályosan használták fel a pénzeket, de ezt el lehetne kerülni, hogyha mindenki úgy adminisztrálna, hogy az rögtön, ez könnyebbség lenne a hivatalnak is, meg a pályázóknak is az elszámolás során, úgyhogy ezt szeretném kérni mindenkitől így a nyilvánosság segítségével. Van-e még kérdés? Nincs. Akkor aki az felsorolt egyesületeket, most már nem fogom őket népszerint elmondani, aki a határozott javaslatban lévő egyesület, az összes egyébként, mindenki tudja, az összes egyesületnek az elszámolását elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a hivatal, és jó magam is, aki elfogadja az elszámást, azt kérem, hogy készfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen. Következő az Aranycsapat Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáról Alapítvány támogatási kérelme. Ezt tudjuk, hogy az alapítványokat csak a testület, alapítványi kérelmeket csak a testület bírálhatja el, nem megy polgármesteri tartalékból, úgyhogy kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, hogy szeretne hozzászólni.
Nincs. A Dunaharaszti Önkormányzat képviselőtestülete, az Aranycsapat Kárpát-medencei Fiatalok Sortjár Alapítvány nevű szervezetet 2024 évben 200 ezer forinttal támogatja. A támogatás fedezetét 2024 évi költségvetés 8-as számú melléklet, római 8/1 képviselőtestület rendelkezése sorra biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. Aki egyetért ezzel, kérem, hogy készfelemen is jelezze. Köszönöm, mindenki egyetértett. Körsi Csoma általános iskola intézmény átszervezése ügyében a véleményünket kérik. Van-e valakinek kérdése, szeretne hozzászólni? Hajdú Zsolti a szó. Csak röviden, bizottságunk tárgyalta, egyetértünk, és jó is, hogy az épület sajátosságaihoz alakítja végül is az alapító okiratban foglalt létszámot. Így nem állhat elő az a probléma, hogy esetleg túl zsúfolt lehet az intézmény, úgyhogy támogattuk. Köszönöm. Igen, köszönöm szépen. Most fel fogom olvasni a határozatot, de elmondom előtte, mert jobb lett volna, te mondod el, de gyakorlatilag ez a csökken nem azt jelenti, hogy kevesebb gyereket veszünk oda föl. A meglévő körülményekhez és helyzethez alakítják a dokumentumot. Csátnék, most kevesebb így jár van, ott, kevesebb tanuló van ott, mint amennyi lesz igen, most a befogadható. Van hely, nem vagyunk rossz helyzetben. Dunaharaszti Önkormányzat képviselőtestülete véleményével támogatja a Szigetszentmiklósi Tankerület Központ által javasolt átszervezést, amely szerint a Dunaharaszti Körösi Csoma Sándor általános iskola feladatellátási helyen maximálisan felvehető tanuló létszám 590 főről 550 főre csökken a papíron. Úgyhogy aki ezzel egyetért, az kérem, hogy készfelemelse jelezze. Köszönöm. Fontos ez egyébként abban a lobby munkában is, amit folytatunk, hogy új iskola épüljön Dunaharasztin, tehát alá kell támasztani, hogy szükség van új iskolára, tehát ne tudják azt mondani, hogy a dokumentumban ennyi férőhely van, ami nem igaz, ezért így most már jogilag is annyi van, tehát annyi férőhelyünk van, ami a dokumentumban szerepel. Következő napi rendi pont, Dunaharaszti Rendőrőrös 2023. évi tevékenységről szóló beszámoló. Köszöntöm az őrsparancsnok urat és a kapitány urat is, aki a teremben helyet foglal. Azért nem vettünk titeket előre, mert úgy sejtettem, hogy ilyen gyorsan fogunk pörögni, ahogy szoktunk. Úgyhogy most nyitom meg ezt a napi rendi pontot. Van-e valakinek kérdése a parancsnok urakhoz? Fényes István, a szó. Köszönöm. A Városfejlesztési Bizottság, mint szakbizottság tárgyalta ezt a napi rendi pontot, elolvastuk a beszámolót, a rendőrkapitányság beszámolóját. Az ott felmerült kérdésekre, a bizottságban felmerült kérdésekre megnyugtató választ kaptunk a rendőrség részéről, megjelent a rendőrség képviselőitől, és a bizottság egyhangulag támogatta elfogadásra a képviselőtestületnek a beszámolót. Köszönöm. Köszönöm, szeretne még valaki hozzászólni, vagy van-e kérdés? Nincs. Dunaharaszti Önkormányzat képviselőtestülete elfogadja a Dunaharaszti Rendőrös 2023. évi munkájáról szóló beszámolót. Aki elfogadja, azt kérem, hogy emelje fel a kezét. Köszönöm szépen. Mindenki elfogadja. Mi köszönjük szépen. Következő napi rendi pont, Kis Duna TV beszámolója a 23. évben végzett munkából. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Van-e kérdés a Kis Duna TV-vel kapcsolatban? Nincs. Dunaharaszti Önkormányzat képviselőtestülete Kis Duna TV 2023. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Aki egyetért ezzel, az kérem, hogy készfelemeléssel jelezze. Köszönöm, aki nem. Tartózkodás. Nem láttam, bocsánára úgy. Azért mentem így végig, mert igen. Jó, akkor mindenki elfogadta. Bocsánat. Pénzügyi Bizottság beszámolója a 23. évi munkáról. Szeretnéd-e kiegészíteni? Köszönöm szépen, nem szeretném kiegészíteni, szeretném megköszönni a pénzügyi iroda vezetőjének és munkatársainak az egész éves munkát, illetve a segítséget, amit a beszámoló elkészítésében nyújtottak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Aki elfogadja a bizottság beszámolóját, kérem, hogy készfelemelésre ezzel. Köszönöm, mindenki elfogadta. Városfejlesztési Közbiztonsági Környezetvédelmi Bizottság beszámolója. Tiéd a szó. Én is csatlakoznék az előttem szólóhoz, a hivatal munkáját megköszönve, akik segítséget nyújtottak a beszámoló elkészítésébe, a elfogadásra javasolnám a testületnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Más? Nincs, akkor aki elfogadja, azt kérem, hogy készfelemelés jelezze. Köszönöm, mindenki elfogadta. Beszámoló a peres ügyekről, amik folyamatban vannak, van-e valakinek kérdése? Nincs, akkor aki elfogadja beszámolt, kérem, hogy jelezze készfelemeléssel.
Köszönöm, és akkor a utolsó napi rendi pontunk a beszámoló a határozatok végrehajtásáról. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Nincs, akkor aki elfogadja, kérem, hogy jelezze kész felemeléssel. Köszönöm. Napi rend után szeretne valaki szólni? Nem? Akkor nagyon szépen köszönöm a munkát. Mindenkinek további jó munkát és vagy pihenést kívánok.